egy nagyon nehéz sorsú családból jöttem, és megtapasztaltam mély szegénységet, illetve hát vannak mintáim arra, hogy milyen egy függő családban élni. Az ön családjában ki a függő, mitől függő? Az édesapám is alkohol. De azt gondolom, hogy nem is az a lényege, hogy mitől függ. Mert hogy ez, mivel egy eszköz, innentől kezdve ő csak ezen éli ki, vagy ezzel csillapítja az érzelmi diszfunkciójának fából adódó fájdalmát. Kinga a 30-as évei végén jár. Azt mondja magáról, hogy átlagos, szürke életet él. Nem házas, nincsenek gyerekei. Gyerekkora óta küzd az apja alkoholizmusával. A riportban nem vállalja az arcát. Nem szeretném továbbra sem azt a szégyent átélni, hogy egy olyan dologért, ami gyakorlatilag, amiről nem tehetek, vagy nem tehettem, hogy mondjuk egy ilyen családba születtem, ezzel megbélyegeznek kvázi. Kinga gyerekkorában az apja kevés időt töltött otthon. Profi labdarúgó volt, a meccsek után pedig keményen ivott. Elsősorban sört és pálinkát. Ez teljesen elfogadottnak számított akkoriban. Nem lehetett tudni, hogy ha jön hazajön, akkor mi fog történni. Úgyhogy ez mindig egy ilyen bizonytalanság, megtehetetlenség érzést generált. Nagyon kis gyerekkoromra nem emlékszem, de hogy arra már igen, hogy például sose tanultam túl jól, és ebből adódóan mindig rengeteg balhé volt, és akkor hát ő azért hajlamos volt arra, hogy többszörösen büntesse az embert érte. Hogy? Tehát mindenféle módon. Veréssel? Akár. Kinga szerint az apja alkoholizmusa minden felnőttkori kapcsolatára, azaz a munkahelyi, a baráti és a társ kapcsolataira is rányomta a bélyegét. Egy érzelmileg elérhetetlen apával áll szemben egy gyerek. Tehát nálunk az nem volt normális dolog, hogy mondjuk átölel az apám, vagy, tehát hogy nekem nem volt meg az érzésem, hogy akkor apupici hercegnője én vagyok. Tehát ezt nyilván tovább viszi az ember a kapcsolataiba, hogy sehol sem fogod érezni azt, hogy te vagy az egyetlen. És innentől kezdve a másikon levered azt, hogy már pedig én vagyok az egyetlen. Szabad idejében Kinga borászkodik. Azt mondja, a szőlőművelés nem volt tudatos választás. Utólag értette meg, hogy ez is egyfajta tudatalatti családi minta, amely összefügg az alkohollal. Egy rosszabb pillanatban, amikor mondjuk megcsúszik az ember élete, vagy nehezebb, akkor nagyon könnyű azt mondani, hogy fú, hát nagyon van egy finom bor a hűtőben, ezt pattintsuk már föl a vacsorához, és akkor ez ilyen mindennapossá válik mondjuk. Mi volt az, ami megállította ezen az úton? A tudatosság, és az, hogy tényleg elkerülsz az alanomba, és megismered a függésnek a természetét. És amikor elkezdesz ezzel foglalkozni, akkor rájössz arra, hogy ja, nem azért bontom föl azt az üvegpiát, mert hogy finom, és egy meg akarom kóstolni, hanem azért, mert hazamegyek és stresszt oldok. Alanon. Kinga ezt a szervezetet kereste fel 18 éve. Az interneten fedezte fel, amikor segítség után kutatott. Első alkalommal azonban ijesztőnek találta azt, hogy a gyűlésen az emberek körbeülnek, és nyíltan megosztják egymással a problémáikat. Kellett 12 év. Mire visszajöttem, akkor már nagyon-nagyon fájt az a dinamika, amiben a családom hozzátartozóim működtek, és aztán kellőképpen másképp láttam rá. Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amit változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amit tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget. Gyertek vissza! Működik, ha működteted, működtesd, mert megérdemled! A szervezet neve az alkohol és az anonim kifejezésekből ered. Az anonim alkoholisták alapítóinak feleségei hívták életre körülbelül 80 évvel ezelőtt Amerikában. Magyarországra 26 éve érkezett, jelenleg több mint 30 csoportja működik. Zsuzsa az egyik fővárosi csoport vezetője. A csoportomban néha azt szoktam megosztani, hogy úgy érzem, hogy az Alanon egy tapasztalatbank,
ahova beteszek én is tapasztalatot, ugye, mert megosztok a gyűlésen, hogy hogy oldottam meg bizonyos helyzeteket, meg ugyanakkor abból a bankból én is kivehetek, mert a többiek megosztását beépíthetem magamba. Az első lépés annak beismerése, hogy a hozzátartozó tehetetlen az alkohollal szemben. El kell fogadnia azt is, hogy ő nem tudja meggyógyítani a függő rokonát. Addig, amíg én erőszakkal akartam az alkoholistát leszoktatni, ugye ő a nyomás által egyre többet ívott, azt mondja az alanom, hogy helyezzem magamra a fókusz magamban, keressem meg a hibákat, a jó tulajdonságokat, magamat építsem, foglalkozzak nap, mint nap, hagyjam az alkoholistát, hogy ő oldja meg a problémáit, és nagyon sok olyan beszámolót hallottam, hogy elkezdett az alkoholista nem inni, vagy elment terápiára. Ez nem garancia, tehát nem minden esetben történik így, de ez a módszer, hogy leveszem a fókuszt az alkoholistáról, nagyon jót tesz neki is. Kinga is azt mondja, hogy megerősödött, sőt, jól van. Már nem gyűlöli az édesapját, és megtanulta meghúzni a határokat. Az a határ van megszűnve, hogy abban a szituációban, amikor ő alkoholos befolyásoltság alatt van, akkor nem találkozunk, nem jöhet föl hozzám, nem találkozunk, nincs az a lehetősége, hogy bármilyen fajta olyan konfliktus helyzet generálódjon, ami mindkettőnk számára esetleg megalázó, vagy nem tiszteletben tartható. Ez így most már benne van a működésben, hogy akkor csak olyankor találkozunk, amikor ez mindketten emberien tudjuk megélni ezt a kapcsolatot. A nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy Magyarország 2022-re beelőzte alkoholizmusban az eddigi listavezető Oroszországot és Moldovát is. Eszerint az itthoni alkoholfüggők száma a 2 milliót is elérheti. A hozzátartozóik száma, akiknek ugyancsak megbetegíti az életét az alkohol, ennek a többszörösére is rúghat.